napot kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit. Varga László vagyok, a Miskolci Bartók Béla Zeneművészeti Szakgimnázium igazgatóhelyettese. Különleges nap ez a mai, rendhagyó, több szempontból is. Először van Magyarországon dúó blokkflőte verseny, ami inkább egy találkozónak számít a mai napon, hogy a szakmában dolgozók megismerkedjenek egymással, meglássák, hogy milyen munka folyik egy-egy tanszakon, és hát abból a szempontból is, hogy mindenfajta korosztály képviselteti majd ma magát a mai napon, az alsófoktól a felsőfokig. Aztán abból a szempontból is különleges az a kezdeményezés, hogy a iskolának a jubileumi rendezvény sorozatában ünnepelhetjük ezt a találkozót, és nagy öröm, hogy befogadhattuk a dr. Széplaki Zoltán tanárunk kezdeményezését ebben az ünnepi sorozatban. Aztán abból a szempontból is különleges, hogy Telemannhoz kapcsolódik, akinek az évfordulóját most ünnepeljük, és akit talán egy kicsit kevésbé emlegetünk, vagy ünnepünk manapság, mert hiszen vannak olyan kortárs zeneszerzők, akiknek a fénye talán homályba borítja az ő művészetét, de hát tudjuk, hogy tele van egy kitűnő zeneszerző volt. Azt az anekdotát, azt mindenki tudja, hogy amikor Johann Sebastian Bach a Lipcsei Tamás templom karnagyának pályázott, akkor éppen Telemann volt az ő betétársa, és nagyon várták, hogy Telemann legyen majd a Tamás templom karnagya, de aztán ő végül visszavonta a pályázatát, és így lett Bach a nyertes pályázó, és azt mindenki ismeri ezt a mondatot, hogy hát meg kell elégednünk egy középszerű zeneszerzővel, ez volt ugye Bach, tudjuk, hogy nem volt középszerű zeneszerző, de azt is tudjuk, hogy Telemann viszont nagyon kitűnő és nagyon termékeny zeneszerző volt. Ezt a sok papírt nem azért hoztam, hogy ennyit fogok beszélni, csak szemléltetni akarom, hogy a Grove lexikonban a műjegyzék, csak a műjegyzék 25 oldal. És minden műfajban dolgozott természetesen, amiben a kortársak, egyházi és világi kantáták, oratóriumok, passiók, teménytelen mennyiségű hangszeres muzsika, koncertó, szóló hangszeres műveket is tartalmaz ez a műjegyzék, hát operákat is bőven, úgyhogy nagyon termékeny és nagyon tehetséges zeneszerző volt, csak egyetlen egy villanás ezzel kapcsolatban, éppen abban az időszakban, amikor az iskolában elkezdett felvilágozni a blokkflőte tanszak, abban az időszakban találtam egy könyvet a megyei könyvtárban, ami Telemannak a két önéletrajzát tartalmazza, és döbbenten olvastam benne, hogy az összhangzattant két hét alatt tanulta meg. Hát ezek után már csak kedves kötelességemnek kell eleget tennem, hogy a mai napnak a zsűriét bemutassam önöknek. Először is Anneke Bőkét, aki Amsterdamból érkezett hozzánk. Szabóné Bíró Klára, Fúrója tanárunkra. Aztán Kiszti Nórát, aki valaha iskolánk növendéke volt, itt nevelkedett, és innen származott el Hamburgba. És Kardel Vilmos Fúrója művészt, aki Budapestről érkezett hozzánk. Száz éve ismerte. Ő csak 50 éve ismerte, de én már 100 éve ismerte. Úgyhogy... Először voltam. Amsterdam. Szerintem. Nagyon régen.
És nagyon örülünk, hogy most itt ezen. Köszöntöm Önöket, jó munkát kívánok a mai naphoz. A versenyzőknek sok sikert kívánok és nagyon szép zenei produkciókat, a tanárainknak pedig hát minél kevesebb körömrágást. Jó munkát és jó szórakozást kívánok a mai naphoz. Én is nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Egy-két praktikus információt mondanék előbb, a zsűri elfoglalja fönt a helyét. A műsorfüzet szerint fogunk haladni, reményénk szerint minden időpontot tudunk tartani. A zsűri azt mondta, hogy az első két korcsoport mehet egybe, tehát ez szünet nélkül fog zajlani, és ahogy fölérkeztek, el is kezdenék. Konferáljuk, segítenek mindenben. Egész nap folyamán a mögöttünk lévő teremben lesz egy kis kedveskedés, sütemények, indivaló, mindenki fogyasztjon belőle kedve szerint, illetve kb. 12 órától lesz a Hollenhauernek kiállítása és vására, szintén itt a mögöttünk lévő teremben, szintén mindenkit szeretettel látunk a nap folyamán. És hogy kívánok én is mindenkinek minden szépeket, akkor amit a zsűri elfoglalt a helyet, Csiki Lilának átadom a főt, ő lesz a konferenciát. Korcsoport következik. Kötelező mű Georg Philipp Telemann, Opus 2 numero 6, G-dur duó első, affettuózó tétele. Első műsorszámként hallgassák meg Gyarmati Lili és Miklós Hanna műsorát, akik el fogják nekünk játszani Ernst Krämer három duó két cserkányra, Allegro, Adagio és Allegro moderátó tételét. Az Egri Farkas Ferenc zeneiskolából érkeztek, és felkészítő tanárok Szeredi Andrea. Thank you.
második, és egyben utolsó műsor száma következik, Kopacz Anna Katica és Végső Sarolta előadásában. Ez Filidor Sedövi, Opus 7 numerum 6-os szikjének rondódóidán következik. A lányok a Járványi Pál zeneiskolából érkeztek Budapestről, felkészítő tanárok Erőcs Ákos György. Thank you.
csoport következik. Kötelező mű, Georg Philipp Telemann, Opus 5 numero 3, Démon Dúl első hibácsetéke. Első műsorszámként hallgassák meg Gáspár Laura és Kálmán Dániel előadását, akik a Budapest első kerületi Farkas Ferenc zeneiskolából érkeztek hozzánk. Műsoruk Georg Philipp Telemann, Démon Dúl, Opus 2 negyedik hibácsetéke lenne. Felkészítő tanár, Zemlényi Tanányi Maria. Thank you.
meg Elsátori Fruzsinak és Élényi Andornak Múlia műsorát, akik a Budapesti Járványipar Zeneiskolából érkeztek. Műsorunk Michel Pignoli, de Montecler, 5. koncert, Prelude, Ramás és Zsigmétételák. Felkészítő tanáraik Edőcs Ákos György és Ivánka Tóth Marianna. Thank you.
Antal Dóra és Kővári Zsófia következik. Ők a Budapest 20. kerületi Lajta László zeneiskolából érkeztek, műsorú Georg Filip Telemann kantabile, felkészítő tanárok Kacsó Andrea. Thank you.
negyedik műsorszámként Kállai Dóra és Kállai Kréta következik, akik a Miskolci Bartók Béla Zeneművészeti Szakgimnáziumból érkeztek. Műsoruk Wolfgang Amadeus Mozart Andante. Felkészítő tanár Széplaki Zoltán. Thank you.
Mészáros Mária és Furman Márti következik, akik a Miskolci Bartók Béla Zeneművészeti Szakgimnázium tanulói. Műsoruk Gottfried Finger, Sakon. Felkészítő tanár Széplaki Zoltán. Thank you.
Debreceni Általános Iskola, Gimnázium és Zeneiskola növendékei. Műsoruk Johann Firdán Kapricsó, Jacques-Martin Otever Gernici, Tornyai Péter Logopérus. Felkészítő tanár Kecskeméti László.
műsorunk, Rafael Kutvi Rémolsz Manáta, felkészített a Náti Szépnapi Zoltán. Thank you.
műsorok Michel Pignolet de Monteclair, 5. koncert, prelude és remás tétele. Felkészítő tanár Pánfi Balázs. Thank you.
hallgassák meg Borka Dávid és Zenegyász Júlész előadását, akik a budapesti Tóth Aladár Zeneiskolából érkeztek. Műsoruk Georg Philipp Telemann, Bédó Jó első és második tétele, felkészítő tanárunk Bánfi Balázs.